Gyuri, ami csipkedi néha a lábamat, az valami halacska? Most is. Valami, mintha valami hozzáért volna. Gyuri foglalkozást tart a gyerekeknek. Személyiségfejlesztés. Szeretünk Mónikát! De cukik vagytok! Gyuri, ezt te intézted? Ez a te műved volt? Tudtam. Sziasztok! Ebben a kis videóban azt fogjátok látni, amikor pár nappal ezelőtt kilátogattunk a Domonyvölgyi strandra, ami itt van nem messze, Gödöllő mellett, Gyuriékkal együtt voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Ezzel igazából abban szeretnénk segíteni, hogyha valakinek most nincs lehetősége arra, hogy esetleg elutazzon a tengerpartra, vagy bárhová külföldre, vagy bárhová akár így Magyarország más tájaira, és itt lakik a környéken, hogy ötleteket adjunk, igen, tehát, hogy hova lehet kimozdulni, ami nagyon szép, és gyakorlatilag ez a Domonyvölgyi strand, ez olyan, mintha kicsit az ember a tengerparton lenne. Homokos a partja, vannak kis pici pálmafák is, nem igaziak persze, illetve igaziak, de nem azok az igazi pálmafák, amik a tengerparton vannak, de nagyon-nagyon jó hatást kelt igazából, nagyon kellemes a víz, és nem voltak olyan elviselhetetlenül sokan, szóval mi nagyon jól éreztük magunkat. Arra gondoltunk, hogy a további videóinkban is megpróbálunk majd olyan helyszíneket bemutatni, ahova el lehet menni, és nincs talán túl messze, és ott is nagyon jól tudjuk érezni magunkat, de egyébként is beszoktunk mi mindig arról számolni, hogy hol nyaralunk, hát ha valaki kedvet kap azokhoz a helyszínekhez is. A Domonyvölgyi strandon vagyunk, sose voltunk még itt, de nagyon jó. Sokan vannak, de azért bírható. Hétköznap van, csütörtök, nagyon szép ez a hely, nagyon szép, szerintem nem utoljára vagyunk itt. Állati jó itt a hangulat, tiszta, tengerpartos. Itt mindenki élvezi a strandot, ki így, ki úgy, van aki így. Még iskolai tábor is van itt. Itt vannak a táborozó gyerekek, Gyuriék pedig ott fürdenek beljebb, és a gyerekek pedig szapoznak. Elúszott a gyerekek szápja, azért megy a srác kvázi menteni, visszahozza a szápjukat. Nagyon szép ez a környezet egyébként, annyira szép helyen vagyunk. Bár Gyuri szerint harapnak a halak, illetve csipkednek. Jó napot kívánok, Gyurika. Hú, a gyerekek újra fönt vannak a szapon. Hú, de ügyesek vagytok. Nagyon ügyesek. Molit is próbálom rábeszélni, hogy szapozzon. Egyszer már kipróbálta a balcsin, de itt még ezen a Domonyvölgyi strandon még nem. Említettem, hogy Molly pár éve próbálta ki először a szapozást egy barátnőjével a Balatonon. Most abból a videóból ide beteszek egy kis részletet, hogy lássátok, hogy milyen ügyesek voltak a lányok. Arra a szapozásra akkor egy izgalmas paprikás krumpli főző projekt után került sor. A linket leteszem a videó alá. Vírslű szeretelés? Aha, jó. Ezt leteszem a videóba. Egy kicsi vírslű vagyunk. Ami belekerül, vírslű, kolbász, akár még a nyers krumpli is, meg a nyers hagyma is nagyon fogy, mert a kiskupták azért közben kóstolgatják, nehogy rosszat tegyünk bele véletlenül. Ó, de jól néz ki. Teszteljétek, lányok, a vésőt, nehogy rossz legyen. Majd tesztelem én. Ezt elmeim, és a Balatonon főzem. Egyszerre. Paprikás krumpli evés a Balatonban. Hello, csajok! Gyertek kicsit közelebb! Nehogy karambolozzatok itt a kacsával. Jó van, drágáim. A túlparton találkozunk. Hello! Kis pokahontaszok, nem úgy néznek ki? De. Következő felvonás, vízi bicikli. Ez az, gyerünk! Meg tudjátok csinálni! Kaland indul. Ez az. Az idei első vízibiciklizés, így augusztus végén. Molly ezt várta, képzeljétek, egész nyáron, hogy végre vízibiciklizni tudjon. És így azért augusztus végén csak megadatott. Molly, végre vízibicikli! Ez az!
Ez az, ez az. Élvezzük a nyarat. Na de térjünk vissza Domonyvölgybe. Maja és Mikike nagyon ügyesen csinálják. Nagyon ügyesek. Hello, hölgyek! De szépek vagytok. Na, sziasztok! Melyik strandon vagyunk, Judy? Pontosan Domonyvölgy? Domony. Nagyon jó hely. Ott van Mollika. Domonyi Beach? Ja igen, Klausmann Viktorral most futottunk össze, nagyon jó fej. Mindig is az volt, Mollikám itt úszkál. Nagyon kellemes hely egyébként ez a Domonyi Beach. Nagyon sokan vagyunk, most már sok ember van így délután. Most hétköznap van, csütörtök. És délelőtt, vagy ilyen dél körül értünk ki, akkor még normális mennyiségű ember volt, igazából most is, csak most egy kicsivel azért többen. Judyék van, mi van itt a háttérben? Beleestetek? Hello, te ügyesek vagytok! Sziasztok! Hú, de jól csináljátok! Ez nagyon jó sport, ez a SUP. Ehhez nem kell semmiféle tudás igazából, bárki kipróbálhatja, nagyon menő, nagyon helyes. Most délután azért már egy kicsit többen vannak, de még mindig nagyon kellemes. Így innen soknak tűnik ez az ember tömint, de nem, nagyon kellemes. Na, sziasztok! Ti gyakran szoktatok szapozni, mert nagyon profik vagytok benne, Mikikém. Meg Majszi, az előbb Majszi evezett. Mint egy kis Pocahontas, olyan. Cukik vagytok, nagyon. Na, mi történik most? Mi történik, gyerkőcök? Judikám, én a helyedbe kipróbálnám ezt a szapozást villám gyorsan. Ki kellene? Mollikám, nem próbálod ki? Amikor Micivel a Balatonon szapoztatok, olyan ügyesek voltatok. Olyan, annyira menők voltak. Ja. Maja, majd gyere erre is! Megnézzük Maja Pocahontast, hogy hogyan evez. Ez az, Majszi, de ügyes vagy, kis Pocahontas, nagyon ügyes vagy. Állati menő dolog ez a szap. Nagyon jó. Időnként valami csipkedi a lábamat, lehet, hogy halacska. Judy, ami csipkedi néha a lábamat, az valami halacska? Most is. Valami, mintha valami hozzáért volna. Csipkedős halacskák úsznak erre felé, és időnként olyan, mintha megcsipnének bennünket, aztán lehet, hogy egyáltalán nem halacska, hanem valami faág. De így viccesebb, ha azt gondoljuk, hogy egy csipkedős halacska. Jaj, de cukik vagytok! Sziasztok! De édesek ezek a gyerekek, örülnek nekünk. Hello! Sziasztok! Táborozó gyerekek, olyan aranyosak, kedvesek. Judika küzd az elemekkel. Judika, mondd meg, hogy mi az, amitől itt a legjobban kell tartani. Hát szerintem a piranyák. A piranyák? Igen. Meg mi még múlja, rájön. Dehogyis. Igen, a medúza. Édes vízben ritkán van medúza. Mindenesetre valami nagyon csipkorászik. Valami csipked? Sárc is azt mondta. Figyelj, időnként tényleg valami, valami hozzáér a lábunkhoz, de hát azért... Nekem a fél lábam már fél. Judy foglalkozást tart a gyerekeknek. Személyiségfejlesztés. Szeretnénk Mónikát! De cukik vagytok! Judy, ezt te intézted? Ez a te műved volt? Tudtam. Mindenhol lehet építeni homokvárat, igaz? Ez egy jó elfoglaltság. Tengerparton, tóparton, mindenhol, igaz, gyerekek? Kis gyerkőcök. Természetesen a tengerparton is építettünk homokvárat. A teljes videó linkje a leírásban. Mutasd a nyelved, koktél királynő. Szép kék. Klassz. Moli és a barátai vadhomokvár építésbe kezdtek a parton. Most megyek és megnézem, hogy hol tartanak. Hát ez gyönyörűen alakul, gyerekek. Ez csodálatos. Na mi van, gyönyörűségem? Te nem építed a várat? Pihentem kicsit. Pihentél? Hát ez az, minden kőművesre ráfér egy kis pihenés. Nagyon ügyesek vagytok, azt kell mondjam. Úgy két hét múlva el is készül. Olyan gyönyörű falat építetek, de hol lesz a vár? Drága kis kőműves kelemennyeim, akiknek a vára nem épül fel soha. Na de Peti, én úgy tudtam, hogy a várnak magasnak kell lennie, nem mélynek.
Vizesárok. A vizesárok se pont így szokott kinézni. De hát most ne kukacoskodjunk, nem? Amiénk ilyen. És kész. Most ismét érünk vissza a Domonyvölgyi strandra. Itt is kellett természetesen ennünk, mert minden strandon meg kell kóstolnunk az ikonikus strandkajákat, mint például ez a lángos, sajtos, tejfölös, fokhagymás, és mellé kértünk még 2 palacsintát is, mert a strand élmény így teljes. Azt hiszem, ebből a kis videóból is kiderült, hogy nem kell ahhoz különösebben messzire menni, vagy sok pénzt költeni, hogy az ember jól érezze magát a nyáron. Mi ezen a kis strandon tényleg közel úgy éreztük magunkat, mintha valami tengerparton lennénk, és nagyon jól éreztük magunkat. De tulajdonképpen ami a lényeg már itt is, és ezt mindig elmondom, már biztos unjátok, hogy nem is az a lényeg, hogy hol vagyunk és mit csinálunk, hanem az, hogy kikkel vagyunk, és kikkel csináljuk azt a valamit. Itt is most kedves barátainkkal voltunk, és lehettünk volna akárhol, az a helyszín megszépült volna attól, hogy ők ott voltak velünk.